No, következő vendégünk itt a stúdióban, Dobrev Klára, kezdve csakam, jó reggelt kívánok, a DK Jó reggelt EP kívánok! Lista vezetője. Jól emlékeztünk Krisztinával arra, hogy itt nálunk, legalábbis a reggeli műsorban ön még nem volt vendégként, ugye? Még nem voltam. Az ATV-ben többször, de itt igen, reggel igen, még azt nem. Tudjuk. Hát így előjáróban csak annyit szeretnék öntől kérni, ha jól érezte magát, ha nem érezte jól magát, de azért jöjjön hozzánk, jó? Nagyon szívesen. No. Jól éreztem magam eddig is. Jó, hát szerintem így is fog távozni. Kezdjük azzal, amivel Krisztina is kezdte az előbb Újhely Istvánnal a beszélgetést, hogy valószínűleg nagyon sokan próbálják megérteni, értelmezni Orbán Viktornak a gesztusát, nevezetesen azt, amit első lépésben megtett. Azt követően így volt, itt volt Manfred Weber, hogy elnézést kért. Ön hogyan értékeli ezt az elnézéskérést? Hát Manfred Weber hogyan értékeli? Ugye ma reggel adott egy interjút, vagy ma reggel olvastam, hogy adott egy interjút, ahol azt mondta, hogy persze jó-jó ez az elnézéskérés, de azért azt kell látniuk, hogy ez egy tartós magatartás változás. Ha lefordíthatom a diplomácia finom nyelvét magyarra, igen, akkor ez azt jelenti, hogy annyit hazudozott ez már nekünk össze-vissza, hogy ez nem elég. És szerintem ez nagyon kínos. Hát akkor sarkosabban is fogalmazhatott volna, nem? A nemzetközi diplomáciában általában finomabban szoktak fogalmazni, ezért vettem a bátorságot, hogy lefordítom magyarra. Ha viszont ön ennyire keménynek gondolja a mondat mögött lévő valós tartalmat, akkor a Fidesz sorsa a néppártban mi lehet? Hát nagyon sok mindentől függ. Nézze, nekünk az lenne a legjobb, hogyha a Fidesz elfogadná azt a magatartást, amit egyébként Európában a normális magatartás, ahogy Európában viselkednek akár a keresztény konzervatív pártok is. A demokrácia védelmét, az emberi jogokat, az emberi méltóságot, és hogyha abba hagyná végre ezt a folyamatos gyűlöletkeltést, ami egyébként minket tesz tönkre, tehát én nem a néppártért aggódom, és Európáért sem aggódom, mert szerintem Európa elég erős. Én azért az országért aggódom. Én úgy gondolom, hogy rossz úgy élni, hogy mindig mindenkit gyűlölnünk kell, és tényleg erről szól most már lassan a 9. éve a magyar politika. Még egy ide kapcsolódó gondolat, aztán vagy kérdés, és aztán menjünk tovább, hogy érez bármifajta változást a néppárt részéről mondjuk a Fidesz irányába, hogy ott bármi megváltozott volna? Nagyon erősen, és az elmúlt hónapokban, mondjuk tavaly ősz óta, egyre erősebb és erősebb az a kritika, ami megfogalmazódik, és ilyenkor mindig az merül fel bennem, hogy mire vártak 9 évig? Hát mi ezt azért már korábban láttuk, hogy így van. Milyen érdekes, hogy pont ezt a kifejezést használjának a mondatának a végén, mert volt bennünk egy ilyen kérdés, mondom, hogyha már bejön, akkor megkérdezzük öntől, hogy ön mire várt egyébként eddig, hogy most lett éppen a DK EP lista vezetője? Hogy miért? Hát... Én azért eddig is küzdöttem rendesen, tehát de nem más az, amikor valaki hivatalosan is már politikai szerepvállalásra készül. Igen, és ez egy nagyon nehéz döntés is volt. Én tényleg azt hittem, hogy amit csinálok, az elég. Tehát egy aktív, közéleti ember voltam, alapvetően mondtam a magamét demokrataként, és próbáltam meggyőzni minél több embert, szerepeltem tévében, küzdöttem velük a bíróságon, jártam lakossági fórumokra, lelkesítettem, és tényleg úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ez elég, hiszen azért sokan vagyunk még a demokratikus oldalon, akik hasonlóan küzdenek. De ez egy ilyen hirtelen jött gondolat egyébként az ön fejében, hogy odaállt a család elé, mondjuk vasárnap éppen főzés közben, vagy nem tudom, valamikor, és azt mondta, hogy srácok, eldöntöttem, én szeretnék EP képviselő lenni, vagy esetleg a férje is azért toszogatta ebbe az irányba. Az elmúlt években engem nagyon-nagyon sokan próbáltak aktívabb szerepvállalásra ösztökélni. Tényleg az elmúlt 5-6 év folyamatosan erről szólt, ezt ön is hallhatta, láthatta. Igen. Kódolva van akkor az ön sikere? Hát nagyon remélem, de szerintem kódolva nincsen, szerintem keményen kell érte dolgozni, és a következő hónapokban keményen dolgozni is fogok érte. Igen. Hogyan fog ezért keményen dolgozni, amikor már most a Fidesz részéről néhányan megfogalmazták azt, hogy nem szabad tulajdonképpen a Gyurcsány családot komolyan venni. Ebből adódóan mondjuk ön sem. Hát engem a Fidesz támadásai, vagy a Fidesz apró kis mondatai, azok inkább erővel töltenek meg. Tehát bírni fogja ezeket a támadásokat? Hát eddig is bírtam, kritikát. Hát eddig is folyamatosan támadtak.
Nekem egyébként erőt adnak azok az emberek, akik egyébként hasonló módon képesek kiállni a Fidesszel szemben, és megküzdenek az igazukért, polgármesterek, tanárok, de akár a szakszervezeti munkások, akik sztrájkoltak az elmúlt időszakban, itt mindenki kockáztat valamit. De hát van annál jobb dolog, amikor az ember azért küzd, hogy ez egy normális és élhető ország legyen, és én tényleg úgy érzem, hogy én ezért küzdök. És azért nagyon sok mindent el is viselek. Mondom, támadjanak nyugodtan, ez nekem inkább erőt ad. Igen. Olyan a nemzetek Európája helyett olyan birodalmat akarnak építeni, ahol egy brüsszeli hatalmi központ döntene mindenről, a migránsok beengedéséről, a gazdaságpolitikáról, az adókról, a családtámogatásokról. Ez is ugye például a Fidesz részéről elhangzott észrevétel azon irányába, hogy Európai Egyesült Államok megvalósításáért küzd. Ez egy olyan agyrém, amikor Brüsszellel fenyegeti. Az Európai Unió, az mi vagyunk. Mi magyarok vagyunk az Európai Unió. Brüsszel Orbán Viktor, hiszen ott ül azokon a tanácsüléseken, ahol a döntéseket meghozzák. Deutsch Tamás és a többi európai parlamenti képviselő, akik ott ülnek az Európai Parlamentben. Ez a mi közösségünk. Ez a mesterséges szembeállítás vagy gyűlöletkeltés, ez teljesen abszurd. Pontosabban nem abszurd, hiszen értjük a politikai logikáját, hiszen akkor nem kell fontos dolgokról beszélni. Mi magunk tudja, itt a stúdióban még sosem kacérkodtunk szerintem ilyen munkával, mármint hogy legyünk egyszer képviselők akár az Európai Parlamentben, vagy mondjuk a Magyarországgyűlésben. Én se kacérkodtam azzal, hogy műsorvezető legyek. Ja, nem tudom, szerintem merőben eltér a kettő dolog, viszont nagyon sok politikussal beszélgetünk. És amikor mi sok-sok politikusra beszélgetünk, akkor azért többnyire azt látjuk, hogyha van egy politikusnak, vagy egy leendő politikusnak egy közeli terve, mint például önnek az, hogy európai parlamenti képviselő legyen, akkor kellene egy hosszú távú tervnek. 2022-ben létezik az, hogy Dobrev Klára, magyarán szólva ön, egy összellenzéki miniszterelnök jelölt lesz? Én most tényleg az európai parlamenti választásokra koncentrálok. Ráadásul, amiről beszélek mindenhol, abban én őszintén hiszek. Magyarország akkor lesz egy sikeres ország, hogyha egy erős Európai Unióban, egy Európai Egyesült Államokban fog tudni működni. És minden erőnken azon kell lennünk, hogy Orbán Viktor ne vezethessen ki minket az Európai Unióból, amiből egyébként látunk jeleket, és látunk aggasztó híreket. De most kért bocsánatot, ez valószínűleg inkább arra mutat, nem, hogy szeretne a néppártban maradni, hogyha pedig a néppártban szeretne maradni, akkor szeretne az Unióban maradni. Hát szerintem ez a bocsánatkérés, ez egy kicsit olyan felemásra sikeredett, és már sokadik ilyen típusú magyarázkodás, hogy ezt beszéltük a legelején. No, de visszakanyarodva akkor az ön helyzetére, jövőbeli státuszára? Én az Európai Parlamentben akarok azért dolgozni, hogy igen, de 4 év múlva meg lehet, hogy máshogy gondolja. Hát nagyon remélem, hogy 4 év múlva Magyarország még az Európai Unió tagja lesz, úgyhogy sok dolgunk lesz ott kint az Európai Parlamentben. Jó, hogyha lenne megkeresés több ellenzéki párt részéről, hogy szeretnénk, hogyha Klára ön lenne, vagy te lennél, biztos majd tegező viszonyban is ugye vannak önnel többen, a közös miniszterelnök jelölt, a mai fejével mit mondana, mit válaszolna? Azt mondanám, hogy európai parlamenti képviselő szeretnék lenni, és a demokratikus koalíciónak egy erős frakciót biztosítani. Mai beszéd megvan? Ugye, mert ha jól figyeltük, akkor ön mond mai beszédet, igen, ugye? Igen, megvan, és ezek a nehéz beszédek, amikor 3 percben kell beszélni. 3 percet kapott? Hát 3-4 percet, igen. Hát nem sok. Ez egy széles összefogással megvalósuló rendezvény, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk is 3 órakor. Előtte egyébként a Demokratikus Koalíciónak is lesz egy külön rendezvénye, 1 órakor az egyetemtéren, onnan megyünk át. Miután nagyon széles az összefogás, ezért mindenkinek tekintettel kell lenni a másikra. Szerintem inkább ez egy jó jel, még ha nehéz feladat. Látja, itt viszont volt most 10 percen. Köszönöm szépen, hogy itt volt.